Kedves nézőink, szeretett tisztelt barátommal és kollégámmal, ha nem dehonestáló neki, hogy ezt mondom, Déri Jánossal. Itt állunk. Jánoska, ne szólj már mindig közben. Álljunk meg, álljunk meg. De engedd már neki legalább két mondatot elmondjak. De mondd el, de nem dehonestáló. Miért lenne dehonestáló? Hát nem... Jó. De most akkor tényleg. Vagy aki akar, kezd el te. Nekem édes mindegy. Mindegy, teljesen mindegy. Kedves nézők, tudjuk, hogy szombat éjszaka van, de itt szemmel láthatólag nappal, azért jöttünk ki az élet sűrűjébe. Na már ne haragudj, már megint. Álljatok meg. Mi az, hogy szombat éjszaka van, de itt szemmel láthatólag nappal? Hát mi a fene helye ez Budapestnek, ahol éjszaka nappal van? Csináld egyedül. Ne menj el! Kedves nézőink, az a felvétel, amit most látnak, természetesen nem éjszaka készült, amikor a műsor csinál. Ne hülye annak meg, ha nem mondod meg, hogy nincs éjszaka. Álljatok meg. Hát látja, hogy nincs éjszaka, és tudja, hogy ez a műsor éjszaka. Akkor meg... minek mondod? Hát de miért ne mondanám, amikor látja, hogy nincs éjszaka? Nagyon kérek, te üvölcs velem már! Veled nem lehet együtt dolgozni, János. Mindenki tudja, hogy egy összeférhetetlen pasas vagy. Én? Te, igen. Én. Azért ne haragudj már. Te kikérem magamnak, János. Már békén ezekkel. Kikérem magamnak. Hát, hát mondják. Lehet, tessék, mondja meg. Lehet együtt dolgozni egy ilyen emberrel? Kicsoda? Álljon oda mellé, tessék. Jöjjön oda, csinálja vele a műsor. Hát én még ilyet. Érzésű ember az Antal Imre. Szóljatok, ha forog. Megy? Megy, igen. Kedves nézőink, Antal Imrével. Álljunk meg. Még gondolod, hogy a néző azt is, hogy én vagyok a Vágó István? Hát az ismernek már annyira, hát ne haragudj. Várjál, te. Mit mondtál? Álljunk meg. Mit mondtál, melyik profilom a jobb, a bal vagy a jobb? Mindegy, Imre. Teljesen mindegy, már úgyis sötét van. Tessék, kérdezik. Lassan. Nézd meg, ott állnak az emberek strajkban. Röhögnek, mert a rohadt kopkot nem tudjuk elmondani. Igen, igen. Kedves nézőink. Budapest egyik aluljárójában állunk. Bár bemutatásra nem szorul Déri János kollégámmal. Milyen egyik aluljáróba állunk? Hát, mi? Hát egy aluljáró van, Buda. Álljunk meg! A skála egy vagyont fizet azért, hogy ebbe a rohadt aluljáróba csinál. Neked fizet a skála? Neked fizet a skála. Ha nekem nem fizet a skála, hogy képzeled? Nem? Hát úgy, amit hogy képzeled? Akkor kezdjük el, bocsás, jó az egyik aluljáró. Jó, de akkor te kezd most már, te kezd el. Jó. Megálltál, ugyan. Kedves nézőink, lejöttünk Budapest egyik aluljárójába. Na, egy aluljáróba fölmentünk, nem? Hova lehet menni egy alul? Hogyan lehet eljutni egy aluljáróba? Ha lemény, nem? Azt írja a Petőfi, hogy pihen a komp, kikötötték. És benne egy... hallgat a sötétség. Ez rendben ez van, de... szólt. Ez a sor, ez rólad szólt. Tessék. De nem tessék. Azért kötötték ki, mert a laktanya udvaron kikötötték. Hát az ember mégis elmond olyan dolgokat, amik evidensek. Nem azért, mert hülye, hanem azért, mert úgy kerek a mondat. Tudom, még nyílnak a völgyben a kerti világ, de amit szabad Petőfinek, azt nem szabad nekünk. Hölgyeim és uraim, Antal Imre. És Déri János.